nem érdemel ugyanolyan figyelmet. Pedig kevesebbe kerül, mint gondolná. Olajcsere akár 9.990 forintért a Service 4+ programban. Részletek a résztvevő Opel márka szervizekben. Opel. Wir leben Autos. Több évtizedes tapasztalat, gazdag referencia, kivételes géppark, akár extrém bontásokhoz is. Bontás az építés szolgálatában. Landbau Kft. A Dino Sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója, a KVON. Sportosat. Híradónk vendége Lévai Zoltán, a Dorogi Birkózó szakosztály elnöke, vezető edzője, az utánpótlás birkózó válogatott edzője. Szervusz, üdvözöllek! Szervusz, én is üdvözlöm a nézőket! Fiatal korod ellenére azért vannak már jó, komoly beosztások, feladatok, de ezek szerint bírod még a gyűrődést. Igen, igen. Hát a fiatal korom az már attól függően milyen kort nézünk, a biológiai korom azért már nem annyira fiatal sajnos. Mennyi? Hát most már 40 elmúltam. Uh-huh. És az még fiatal ember, hát még van, aki akár 40 évesen is, még ugye még olimpián is ott van. Hát azért birkózásban nincs. Jó, tehát hát birkózásban nincs. De nehézsúlyban majdnem. Hát azért nem? A 30 fölött vannak, igen, de már a közelebb a 30-hoz, mint a 40-hez. Az edzői múltam, edzői korom az viszont már hál' Istennek predesztinál rá. Tehát most már azért 98-ban kezdtem edzősködni, és azért az már 17 év. Tehát most beérett az a, kezd beérni az a felépített munka, amit azért akkor elkezdtem. Dorogon kezdted a... Igen, birkózást is, és az edzősködést is, és akkor volt a Bacsa Ferenc a mesterem. Akkor a... Mázista vagy, ugye? Igen, tehát ahhoz, hogy valaki eredményes legyen bármilyen sportban, vagy bármilyen területen, mázistának kell lenni, jó helyre kell születni. Igen. Tehát, és ez nem csak a családot érinti. De ez mondjuk ebbe nem vele menjünk? Mert ilyen szempontból azért nem vagy szerencsés. A versenyzői múltadra gondolok. Igen, tehát nem vagyok... Mert ha jól tudom, itten gondok voltak, nem tudtál versenyezni. Igen, igen, igen. Fiatalkorod ellen dolgoztál, katonaság, igen. Tehát minden összejött, hogy ne tudjál versenyezni. Igen, de az élet, amit elvesz, az általában vissza is adja, és én úgy azt hiszem, hogy a családban, a magánéletben, és itt a hivatásom, az edzői karrierem, az pótol mindenben. Tehát, és nagyon bízok benne, hogy van három fiam, azok majd elérik azokat a sikereket, amiről én álmodtam versenyzőként. Fáj időnként még az, hogy nem lehettél versenyző? Az elmúlt 5-6 évben már nem, de az, azért, vagy 30, hát inkább 30-35 éves koromig minden este álmodtam vele. Tehát nem is álmodtam, hanem mielőtt elaludtam, akkor állandóan ez járt a fejembe. Tehát még gyerekkori versenyek tehát is. Tehát az egy gyerekként nehéz anyagi helyzetben lévő. Igen, 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 igen. Az anyagi helyzet is, meg a család is, tehát a szülők is, tehát elváltak, volt újabb apuka, aztán újabb apuka, tehát nehéz, nehéz körülmények között, aztán 8. koromtól már egyedül éltem, tehát nehéz volt. Ezt nem lehet szülői háttér nélkül senki. Igen. Tehát nincs a világon ember, aki a szülői háttér nélkül ezt a, hát azért a versenysport az embertelen munkát kíván. Ha jól tudom, utána 5-6 évig el is távolodtál birkózástól? Hát közel 10. Közel 10 évig, igen. Igen, közel 10 év. És akkor mi vitt rá téged, hogy jelentkezzél a testnevelési egyetemre? A Bacsa Ferenc, tehát a mesterem. Tehát ő volt az, aki, mert... De mi alapján? Hát hiszen ugye akkor nem volt, tehát ugye, mint élvezőként ugye nem voltak eredményeid. Igen. Mi alapján érezte ugye Bacsa Feri bácsi, hogy neked el kell végezni? Hozzáteszem, hogy amikor én versenyző voltam,
Mindenben példamutatóan, tehát az edzésmunkában, a hozzáállásban, a akkori gyerekek mondjuk edzettek 4-et, én 7-et, tehát biciklivel jártam 10 kilométereket edzésre, hogy be tudjak menni, amikor nem volt pénz buszra, akkor én oda-vissza tettem meg este 9-kor a kis orosz biciklimmel az utat, tehát az azért látszott már gyerekként, hogy nagyon akaratos és elhivatott vagyok, és hozzáteszem, hogy Feribának az egyik, nekem Feribát még mindig, és az is marad örökre az én mesterem. Tehát neki mindig a kedvencei közé tartoztam, sőt, amikor élversenyző voltam ilyen diákserdülők koromban, akkor az első számú, aki bemutatta a fogásokat. Tehát minden fogás nekem kellett bemutatni akkor abban az időben, napról napra, edzésről edzésre, és ebből azért ő már érezhette, hogy ebből akár még, amikor már idősebb lettem, hogy volt az a gyerek, aki, és üzent nekem, mert ő atlantai olimpia után a Komáromi Tibivel voltak a felnőtt kötött fogásnál edzők, és az atlantai olimpia után visszavonult, de megkereste, volt, van egy kis, most már kisváros akkor egy község, a Táti és Mogyorós, ahol a Feri bátyánk lakik, iskolaigazgató, hogy kéne csinálni itt egy kis birkózó csoportot, biztosítan a termet, hogy segítsen ebbe be. És akkor ezt a Bacsa Ferenc fölvállalta, elkezdte csinálni, és dolgozott velük egy jó másfél évet, és már voltak ügyesebbek, és voltak egészen kis kezdő gyerekek, tehát már nem lehetett, tehát nagyon vegyes volt a kép, kellett neki egy segítség, hogy ő tudjon foglalkozni az ügyesebb gyerekekkel, és hát ő fejében is járt, hogy kit, hogyan, miként, és akkor találkoztunk, és hát ő gondolt egyet, hogy na most akkor véletlenül megkérni. Véletlenül összefutottatok, igen, és igen, akkor, igen, igen, hogy igen. Érzakás van, hogy véletlenek nincsenek, ugye? Hát, és akkor kezdetét vette egy szép edzői pályafutás, mert ha jól tudom, azon kevés edzők közé tartozol, akinek mindig korosztályában van győztes csapatbajnok. Igen. Van még olyan, akinek? Szerintem nincs. Nincs. Szerintem nincs, mert ehhez hozzátartozik még a női is. Igen. Tehát női diák, női utánpótlás, felnőtt, tehát és a kötött szabadfogás diák és utánpótlás csapatok, tehát mert vannak nagyon-nagyon sikeres, sőt nálam sokkal jobb edzők is, akik, de tehát annyira szertágazóan nem foglalkoztak több korosztállyal és több fogásnemmel, kötött szabad és női egyben, viszont nekem az álmom mindig is az volt, amit én úgy érzek, hogy most már kezdek elérni, hogy ott egy olyan a dorok és annak vonzás körzetében kialakítani egy olyan centrumot, ami bedolgozik, tehát a dorokba egy 6-7 egyesület legyen, ahova oda dolgozik be, és ott pedig komoly edzői létszámmal. Na most ezért nekem 12-13 évet kellett egyedül dolgoznom, mert a Feribá felment a Magyar Birkózó Szövetségbe, ahol aztán vitte a sportiskolát, éveken keresztül, tehát egyedül maradtam, és ahhoz, hogy tömeg legyen, ahhoz, hogy az az álom megvalósuljon, ami most úgy érzem, hogy átléptük ennek a kapuját, hogy legyen minden korosztályban, minden fogásnemben, fiúk is és lányok is, tehát minden szakákban, ahhoz nekem egy közel 10-12 évet, 24 órában 24 órát kellett dolgoznom, és igen, lányokkal is, fiúkkal is, kötöttet és szabadit is. Na, ezt azért nem gondolom, hogy Magyarországon van még egy olyan edző, aki fel is tudta, nem csak, hogy foglalkozik igen. vele, hanem ilyen szintre, hogy... Lehet, hogy a múltad miatt éled így ki magad, ennyire 100%-os hőfokon égve? Biztos, hogy van benne, biztos, hogy tehát van benne. Úgyis benned nincs semmiféle jó lakottság, nem lehet sajnos, ugye a versenymútról nem hoztál semmiféle elégedettséget, tehát azért gondolom, hogy akkor lehet, hogy itt viszont itt 100%-on élet ki magad. Amikor dolgoztam, én ott is 100%-on égtem. Tehát nem csak ez szerintem személyiség kérdése. Uh-huh. Tehát nem tudom elképzelni az életemet például, hogy amiben belefogok, aztán 100%-on pörögjek, és ott próbáljak a legjobbat nyújtani. Tehát most már nem is foglalkozok csak birkózással, mert már annyira sok a feladat, hogy nem tudok már mással, volt nekem vállalkozásom, igen, tehát dolgoztam. Tehát azért nem csak az éhség, a versenyzői pályafutásnak a idézőjelben eredménytelensége, vagy nyújtja ezt, hanem én úgy gondolom, hogy ez belülről jövő személyiség.
És akkor felkértek, hogy a utánpótlás válogatottnál is dolgozzál, akkor ez gondolkodás nélkül igen volt a válasz. Hát igen, mert én azért az elmúlt, hát most már 2005-től azért produkálom az eredményeket, tehát azért az elmúlt 10 évben, csak hivatalosan nem tudtam, mert úgymond ellenzéki voltam a Magyar Birkózó Szövetségnek, és nem is az szövetsége volt nekem a problémám, hanem az utánpótlással való foglalkozás, hozzáállás, tehát a Birkózó Szövetségnek a hozzáállása. Volt nekem a problémám, nagyon sok szélmalomharcot, akár Don Quixote voltam 10 éven keresztül, aki megpróbálta jobbítani, és csak jobbító szándékkal, de azért ezekben voltak olyan liberális reformok, vették. És ezt támadásnak vették, és volt, beálltam olyan sorba, ami aztán meg végképp fekete bárányát tett engem, tehát én hivatalosan az elmúlt 10 évben egyszer mindig saját költségem voltam kint a világversenyeken, mentem a versenyzőim után, és most, hogy megtörtént január 30-án a váltás, így tudtam, így lettem hivatalosan is a junior válogatott edzője, és most az elmúlt elnökségi ülés után pedig most már az utánpótlás vezetője. Na, hát gratulálunk, és ugye rögtön mit csak ebben a kis rövid ciklusban is, csak augusztusban ugye volt két világbajnokság, egy junior, meg egy kadett, ugye ifjúsági. Hogy szerepeltek a magyarok? Most megy hivatalosan a neved mellett, neved alatt, hogy szerepeltünk? Én úgy gondolom, hogy a kötött fogás az összességében jól. Tehát olyan teljesítmény nyújtott idén az utánpótlás, ami hát szinte megismételhetetlen, tehát 23 érmet hozott a magyar utánpótlás a világversenyekről. Ebből a nyári termés, az Európa-bajnokság és a világbajnokság junior és kadett korosztályban 19. Idén volt egy próba 23-as Európa-bajnokság, ahol szintén tudtunk 4 érmet szerezni, de ez a 19 is a csúcsok csúcsa, amióta létezik birkózás Magyarországon, 14 volt a csúcs, tehát ebben a junior és kadett korosztályban, ami önmagában öleli a szakágakat, a kötött szabad és a női szakágat, 14 érmen volt a csúcs, hát most, ha csak a juniort nézem és a kadett korosztályt, ez 19 lett. Úgyhogy kimagaslóan jó teljesítményt nyújtott az utánpótlás, de mint előbb is említettük, 100%-on pörgök, és mindig a maximális eredményt akarom elérni, és a csúcsokat akkor akarom még dönteni. Akkor ezen javítani kell mindenféleképpen. Ami nagyon nagy hiányérzet volt, hogy volt pár olyan elődöntőnk, amit másodperceken múlott, tehát világbajnoki döntőről beszélek, és elődöntőről, azt azért jövőre mindenképpen csiszolni kell. Azt kell mondjam a kérdésedre, hogy a magyar utánpótlás kimagaslóan jól szerepelt a birkózásban 2015-ben. Igen, nem? Csak itt jön a nagy feladat. Ezeket meg is kell majd tartani. Nem csak az, hogy megtartsuk ezen a szinten, hogy fejlődjenek, és megmaradjanak a magyar birkózásnak. Igen. Mert majd most jön majd ugye egy nagy vízválasztó. Így van. Én azért bízok benne, hogy az U23-as nem csak egy próbaverseny volt az Európa-bajnokság, hanem ez egy folyamatos, sőt szó van róla, hogy akár világbajnokságra is kitolják, mert azért az a 20 és 23 év között három olyan évjárat van, ami motivációt jelent a fiataloknak. Én úgy gondolom, ez nagyon nagy előrelépés lenne, hogy abban a három évben sokan abba hagyják. Nagyon sok terv van, hál' Istennek a mostani vezetés az teljes merszélességgel amellett van, hogy megmaradjanak a fiatalok, és nagyon jó gondolatok, és szabadjára vannak engedve azok a edzők, akik az utánpótlásban dolgoznak, és most dolgozunk azon, hogy ezek megmaradjanak. Gyakorlatilag egy életpályamodellt próbálunk felépíteni, amely egészen az óvodás kortól, egészen a felnőtt korig megy, és abban bízunk, hogy a legnagyobb szórás, a legeslegnagyobb, ahol abba szokták hagyni, az a junior korosztály. Ott azért pénzről is szól a dolog. Tehát az a versenyző... Minden, az a versenyző megvan a maga miértje. Megvan a maga miértje. Megvan, úgy látjuk, hogy tudunk is erre megoldást, de azért ez nem hónapok kérdése. Az elmúlt, vagyis a következő 2-3 év fog erre választ adni, hogy okosak-e voltunk, jól látjuk-e, és egy 3 év múlva már erre a létszámok, a junior és felnőtt létszámok fogják megadni a választ, hogy jól dolgoztunk-e.
Az jó vagy rossz, hogy a érmet nyert versenyzők között fiad is ott van? Szerintem nagyon jó. Tehát én úgy gondolom, hogy ő... Ugye junior világbajnokságon lett bronzérmes. Így van, 3 érmet nyert idén, mert az U23-oson is válogatott lett, ott is bronzérmes lett az Európa bajnokságon is, és a junior világbajnokságon is bronzérmet nyert. Akkor van hová előrelépni. Igen, igen. Hozzáteszem, hogy hajszálom múlt mind a 3 versenyen, ahol mondjuk vereséget szenvedett, mind a 3 versenyen volt 1 veresége, igen. Mind a 3 versenyen vagy bírói döntés volt, vagy a bírók, vagy a hazai pályán a hazai török világbajnokkal ment, vagy ő hibázott a svéd ellen az U23-oson, tehát mindennek megvan a miértje. Volt, amikor taktikailag, volt, amikor említettem a bírókat, és volt, amikor úgy hozta a sors, hogy ő hibázott, igen. És nem tudott nyerni, úgyhogy mindenképpen van fejlődés. Hál' Istennek megvannak azok a potenciák, ahol fejlődni tud, mert 74 kilóba indult, és 75 kiló a súlya. Tehát, de tudatosan építjük föl a felnőtt korosztályra már, tehát nem véletlenül indultunk, mert igazából neki a 66 kiló lett volna ott, ahol nyerő ember. Tehát ahol tuti az érem, megvan, és tényleg abszolút esélyesként indulhatott volna bármelyik világversenyen. Bírja is a fogyás volt, amikor 10 kilót fogyott, tehát ez már most a kadett és junior korosztályban is előfordult, volt rá példa, de tudatosan építjük a felnőtt 75 kilóra, ezért az idei évet úgy döntöttünk, hogy nem fog fogyasztani, amilyen eredmény kijön, az fog kijönni, de megmutatta ez az év, hogy ebben a korosztályban ő már a világ első 3 versenyzője között van, és valóságban, nem szerencsével, hanem ott van. Nüanszokon múlik, hogy éppen nyerni fog, vagy milyen színű lesz az az érem. És hogyha most meg rásegítenénk táplálékkiegészítőkkel, vagy bármivel, hogy ő most ott nyerő ember legyen, akkor nem szeretnénk olyan, tehát azért figyeljük a versenyzőket, Lőrinc Tamás, Bácsi Pétert, hogy évek alatt hogy rakódik az embere, mert például a Lőrinc Tomi is 19 évesen már Európa bajnokságot nyert 66 kilósan, most a 66 kilót már milyen nehéz hozni. Tehát azért bízunk benne, hogy egy 10 éves karrier előtt áll, 10-12 év még felnőttben mikor ott lesz. Mikor fogja a Struhács behívni? Behívta, tehát ő már a felnőtt Európa csapat Európa kupán részt vett, ő volt a 71 kilósunk, úgyhogy most már együtt edz a felnőttekkel, tehát abszolút a keret tagja, bíznak benne, számítanak rá, a felnőttekkel most a Lengyelországi 2 hétben együtt ott volt a felnőttekkel, tehát amikor lehet és megy és nem keresztezik a 2 korosztály igen. egymást, akkor ő már a felnőtteknél van, amikor pedig a felnőttek most kimentek Las Vegasba, most ilyenkor a klubban edz, ott az én kezem alatt, de ahogy hazajönnek és a pihenőnek vége a felnőtteknek, akkor már visszatér a keretbe, ettől az évtől kezdődően ő már a felnőtt válogatott kerettel készül, és abban az esetben, amikor pihenőn van, vagy pedig nagyon keresztezi a felkészülést, akkor van a klubban csak. Akkor a riói olimpia után lehet, hogy ezzel odafordulni, hogy a felnőtt keretbe is akkor ott az első helyet megszerezze? Abszolút ez a cél. Tehát én úgy gondolom, hogy már ez az év egy olimpiai felkészülési év lesz. Én nagyon bízok benne, hogy jól fog sikerülni, abszolút a felnőttekkel tud készülni, és ha az olimpiára a felnőttek jó felkészüléssel eredményesek tudnak lenni, akkor úgy gondolom, hogy a fiamnak meg kell nyerni a junior világbajnokságot ugyanazzal a felkészüléssel, igen. amit a felnőttek csinálnak, és a riói olimpia után pedig ki kell harcolni a 75 kilogramban az első. Felnőtteknél az első helyet. Igen, igen. Hány gyereked van? 3. Hány évesek? Fiúk? Igen, fiúk. Mind a három fiú? Mind a 3 fiú. És a középső fiam az kadett világbajnokságon részt vett, 7. helyezett lett, első éves ifjúsági, tehát kadett versenyző, 16 éves, a legkisebb pedig 10 éves, ő most kezdte el a versenyzést ebben az évben. Mindenki birkózik? Mindenki birkózik. Nekik ez természetes, tehát ahogy megszülettek, onnantól kezdve az élet otthon erről szól. Tehát a feleségem segít mindenben. Még ő is birkózó volt? Nem, de sport tagozatra járt a Dorogon az iskolába, tehát atlétizált, tehát a sport abszolút közel áll hozzá, és hát én úgy gondolom, hogy amit a
tehát alárendeli abszolút a gyerekeknek és a, úgymond az én karrieremnek is, vagy az én edzői pályámnak is a, az életét, és ebbe kapcsolódott bele, úgyhogy a klubon belül, ott a centrumon belül ő viszi az irodai munkának a nagy szín, irodavezető egyben, és minden versenyen ő kész, rengeteg fényképeket, videókat készítünk versenyeken, ezeket ő vállalja, csinálja, szereti, tehát nagyon sok olyan feladat van klubon belül, amit ő önkéntesen vállal és csinál, és hát aminek örülnek a gyerekek, annak a szülők borzasztóan örülnek, és ez viszont is igaz, tehát aminek a gyerekek, amit látják, hogy a szülők örülnek, a szeretetüket valahol ők ezzel tudják viszonozni, tehát ők nem tudnak nekünk autót venni, vagy házat venni, a gyerek azt látja, hogy de boldog az édesanyja, vagy az édesapa, akkor ezt ebbe ő oda teszi magát. Tehát én ezt vettem észre edzői pályám során, és hát úgy gondolom, hogy a gyerekek azt látják, hogy mi annak örülünk, hogyha itt jön egy eredmény, ott jön egy eredmény, és ez nekik olyan természetes, hogy ők birkóznak. Nem is kellett ezzel nekem különösebben foglalkozni, tehát ez beleszülettek. Szülők mennyire szólnak be az edzés munkába? Mennyire van nálatok konfliktus helyzet ebből? Nem nagyon, mert elég diktatórikus vagyok. Tehát persze természetesen mindenkinek megvan. Érzem azt, amikor nem tudok beleszólni. Tehát amikor a szülő kiveszi a kezét, sajnos ahol a szülő túl sokat vállal föl, ott azok a gyerekek elkopnak. Tehát amikor nem hagynak dolgozni, amikor nem tudunk összedolgozni a szülővel, rengeteg olyan van, amikor nagyon komoly karakteres szülők vannak, és megvan a saját véleményük, a saját gondolatviláguk, hogy az ő gyerekük hogyan és miként. És abból nem engednek. És abból nem engednek. Az esetek 95%-ában nálam ez jó pedagógiai érzékkel, rengeteg beszélgetéssel át szokott fordulni olyan irányba, hogy közösen tudjuk irányítani. Nekem is nagyon sokat kell engednem természetesen, de én úgy veszem észre, hogy a szülők nagy-nagy többsége, mondom 95%-a partner, és azt látja, hogy ott nálunk a gyerekek nagyon jó kezekben van, úgyhogy... De miért kell a szülőknek úgymond menedzselni a versenyző, a gyereküket? Mert minden egy pályafutáson, tehát ha nézzünk egy 15-20 éves pályafutást, de csak ha a 10 éves nézünk, amíg felülöleli a gyerekkort és az ifjúsági kort, ott van minimum 4. De a 4 minimum, hogy van, hogy abba akarja hagyni a gyerek. Vagy azért, mert pont egy olyan éve van, amikor hullámvölgy van, vagy valami olyan baleset történt, ami sérülés, ami miatt abba akarja hagyni, vagy a tanulmányi eredménye olyan irányt vett, hogy akár pozitív, hogy egyetemi és lehetőség van rá, hogy olyan oda menj Amerikába ösztöndíjra, de lehet ez negatív is, hogy borzasztóan romlik a tanulmányi eredménye. Tehát nagyon sok mindent hoz az élet, tragédiákat, pozitív dolgokat, ami miatt mindenkinél, tehát ez kivétel nélkül, mindenkinél van egy 3-4 olyan hullámvölgy, amikor abba akarja hagyni. Ezt az edző egyedül nem tudja áthidalni, ezt a hullámvölgyet. Itt egy közös, raffinált, megtervezett módon kell tudni bent tartani a sportban a gyereket. Abszolút élversenyzőről beszélek, arról, amikor már átléptük azt a határt, hogy 3 edzések és 2-2-telés. Zárásként egy rövid gondolatmenet, mindjárt kezdődik a világbajnokság. Igen. Mit vársz? Én nálam úgy szokott lenni a világversenyeken, sőt mindenféle versenyen, hogy megvannak azok a versenyzők, akik mondjuk eredményt tudnak hozni. Általában annak a fele szokott bejönni, tehát hál' Istennek azért ma Jó esélye van a magyar válogatottnak. Az esélyesekről beszélek, tehát nem az indulókról. Jó, azért mondom, de hát sok esélyes van. Sok esélyes. Tehát annak, hogy csak a fele jön be, akkor elégedettel jöhetnek haza. Én kötött fogásban mindenképpen 3-nak meg kell legyen. 3? 3-nak meg kell legyen. Mire gondolsz itt? Kvótára? Kvótára. Kvótára. Abszolút kvótába gondolkodunk. Most kvótába gondolkodunk. Abszolút kvótába gondolkodunk. Az de mi két világ... első? Első 5. 6, mert 2/5 van. Igen. És 2/3 van, tehát első 6 helyezésbe be kell érni. Tehát a 3 kötött fogásban én úgy gondolom 3 kvóta, és abban minimum egy világbajnoki cím. Tehát én úgy gondolom lesz világbajnokunk, úgy, hogyha a kvótát nem nézzük, akkor 2 lesz kötött fogás. Én 2 tippelek, 2 világbajnoki címre és 3 kvótára. Na.
Hölgyeknél egy világbajnoki kvótát, vagyis egy olimpiai kvótát, mindenképpen szabadfogásban is egy, az azt jelenti, hogy 5 világbajnoki kvótát meg kell szereznünk a világbajnokságon. Uh-huh. És ez már levettem, ez több esélyes van, tehát aminek meg kell, hogy legyen. Aha. Hát Zoli, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Akkor kíváncsian fogjuk figyelni. Lehet azt mondani, hogy az ország egyik legnagyobb utánpótlás műhely akkor Dorogon van? Igen, igen, abszolút. Abszolút, tehát létszámban is, eredményben is. Miskolcival? Versenyben? Repkáikkal? Annál jobb. Annál jobb? Nem. Nekünk két borzasztóan nagy kiemelkedő van jelen pillanatban, ami túlnőtt mindenen, tehát az már Európa és világszínvonalú, az a SMTK és a Dorog. Ehhez kapcsolódik a Csepeli és a Ceglédi műhely, és most nagyon-nagyon feljövőben van a Fradi, és utána jönnek a többiek. De két legnagyobb létszám és eredmény az a Dorog és az SMTK most jelen pillanatban. Na hát akkor őrizzétek meg a pozíciót. Sok-sok sikert, érmet. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm. További sportosat.